Szép jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, mondhatnám azt szép jó reggelt, szép jó napot, hisz a nap 24 órájában lehet nézni minket, vagy az élőadásban, vagy a YouTube csatornákon, vagy a weboldalunkon. Ez a világ zsidó szemmel, a megszokott vendégekkel. Itt van bal kezemnél Seres Attila, aki valamikor, meg egyáltalán a zsidó média szülőatya és gondozója. Kezdjük akkor a Luach-hal. Mi is az a Luach? Luach.hu, zsidó esemény naptár. És ebből megtudjuk, hogy mikor jön és mikor megy a sabát? Mindent megtudunk belőle. Mikor kell gyertyát gyújtani, mikor szabad gyertyát gyújtani, mikor vannak az ünnepek, illetve milyen kulturális események vannak, akár a színházakban, akár a zsidó közösségekben. De én ma reggel például próbáltam megnézni, hogy mikor indul az egyetemi oktatás Izraelbe a luach.com-on, és nem találtam meg. Mert ugye december 31-én kezdődik a tanév csak az egyetemeken a háború miatt, és a Technionba Haifán, ott meg majd csak január 7-én, mindez csak azért, hogy a szemeszter ne menjen fúcsba. Még az a kérdés hátra van, amit megint csak nem találtam meg a Neokonon, és nem a Neokonon, a luach.hu-n, hogy mi történik a gimnáziumokkal, és lesz-e idén érettségi, hisz több mint két hónapja a diákok nem otthon laknak, az iskolák zárva vannak, és ilyen tanulókörökkel meg két oka van, hogy nem találtad meg, az egyik, hogy nem a luach.com-on, hanem a luach.hu-n kell keresni, a másik oka pedig az, ez nem a hirdetés helye, hanem a pontosítás helye volt, másik, így kell túljárni a hirdetéseket. A másik pedig az, hogy ezek az információk, ezek az izraeli közoktatásra vonatkoznak, és a luach.hu kizárólag magyarországi, a zsidó élettel kapcsolatos információkat. De az a baj, hogy a PISA jelentés az izraeli közoktatásra is reagált, és ők sincsenek a legjobb helyen, de ott legalább a háborúban lehet betudni, hogy talán esetleg nem megy nekik a matematika, vagy talán... De a felmérés nem a háború készült. Ezt akartam mondani, hogy a PISA jelentés... A PISA felmérés nem most készült. A PISA felmérésnek a... Olyan, akkor a szövegértést és a matematikai hiányosságokat nem lehet ráfogni. A PISA felmérésnek az értelmezése az talán az Oregon főmunkatársának inkább megy, mint nekem. Jó, és akkor... Azt tud olvasni most. És akkor mi volt a kérdés, hogy igen, a zsidó gyerekek, ha... Nem is igaz, tudsz. Mondom, nagykövet úr, hozzád beszélek, a zsidó gyerekek, ha jó házba születnek, akkor általában már három éves korukban elkezdenek tanulni, írni és olvasni. A kis ujjukat ilyen mézbe és a betűre helyezik, és akkor előbb-utóbb megtanulják a Héber ABC-t, meg imádkozni is, így aztán jó matematikus, meg fizikus, meg Nobel-díjas is lehet belőlük. Akár. Ha. Akár. Jó. Jó. A luach.hu-n kívül nálad azért olvashatunk érdekes dolgokat is. Ilyen origószerűen összegyűjtesz mindent, aminek valami közben mondjuk a zsidósághoz. Mi is ez az oldal? Mert sértegeted őket. Hát nem origószerűen, akkor már inkább az ilyen hírgyűjtő oldalakhoz hasonlít a hírolvasó.com, amelyik a Luachhoz hasonlóan, amelyik az eseménynaptár, ez a híreket gyűjti össze az összes olvasóink által kedvelt és kevésbé kedvelt, ismert és kevésbé ismert forrásból. Tehát azt is nyugodtan lehet mondani, hogy kevésbé kedvelt, mert ott vannak azok is, akik nem biztos, hogy mindenki kedvel. Mert a zsidóság is sokszínű, és lehet valakit szeretni is, meg nem kedvelni. Tehát az a lényeg, hogy a világ összes magyarul produkáló nem náci médiumából összegyűjti a zsidósággal, illetve Izraellel kapcsolatos híreket, és ráadásul még tematikusan el is rendezi, illetve a te kedvenced, az a hajnali hírlevél, aki egész nap nem tud lógni a hírolvasó.com-on, az feliratkozhat a napi hírlevélre, és hajnalban megkapja az előzőt. És minden kellemes és kellemetlen megtalál, de ez az ismertetés nem volt teljes, hisz én ott találom meg a Héber összefoglalókat is, az összes izraeli hírportál is ott jelenik meg, vagy csak nekem jelenik meg? Ja, tényleg, még tehát azon kívül, hogy összegyűjtjük ezeket a híreket. Ezt az újságírói pontatlanságot, ezt a Neokonba tanultad? Ezen kívül egy ilyen újságos tan jelleggel, tényleg a Times of Israel, Jerusalem Post, Israel Hayom, Szombat, Neokon, Kibitz,
Heti tévé, minden... És ott van a Braille Press is, ugyan elnyomva, de Braille, ott van. Braille Press is, tehát a lényeg az az, hogy valóban van egy ilyen újságostant szerű része is a iróvasó.com-nak, ahol tényleg a legfrissebb hírek percre készen. Szerintem el tudnád élni, Péter, hogy a Braille Press félbb kerüljön a kockáknál. Isten, ments, nem, ott valami teljesen furcsa. Attól függ, hogy hogy kell föl az Attila, úgy van beszorolva. Nem tudom, hogy a Héber ABC szerint, vagy más ABC szerint, de jól vagyunk ott, aki de akar megtalálni minket. Az angol és a héber nyelvű tényleg a világ összes híre ott van, ebbe igazad. Mert ezek a fő nyelvek. És akkor nekünk van egy nagykövetünk is, aki kicsit atlantista, nem tudja, hogy melyik ujját harapja meg, melyik atlantista ujját. Tehát te tulajdonképpen kinek szurkolsz Amerikában? Ki nem atlantista itt? Ő atlantista, őróla van szó. A nagykövet úrról. Ő is. Gyarmati Istvánról. Gyorsan megnéztem, hogy tényleg Gyarmati Istvánnak hívnak-e ma is, tehát abban biztos vagy. De abban nem vagyok biztos, hogy akkor melyik amerikai párt az, amelyiket te lelkesedsz, mert én az egyikért nem lelkesedek, aki az, hogy Ukrajnának nem hagyták jóvá a segényt, az néha, ettől nem fáj a fejem, de hogy Izraelnek sem hagyták jóvá. Ez egy átmeneti dolog, időjárás jelentés, hogy elkezdődtek a választások, és azon versenyeznek, hogy melyik ad nagyobb pofont Izraelnek, ahelyett, hogy szeretné őket. Sajnos a republikánus párt óriási nagy káoszban van, száll a Donald Trump áldásos. De mi okozza ezt a káoszt? Mi okozza ezt a káoszt? Donald Trumpnak hívják az okot egyébként. Lehet, hogy te nem szereted Donald Trumpot? Nem szeretett kérdése, hanem ez objektív. Tények kérdése. Egy nagyon tisztességes veje van neki, és ragyogó munkát végzett. Ez igaz, a veje az egy, nem tisztességes, de jó politikus egyébként. Miért nem tisztességes? Hogy lehet ilyet mondani? Ma már egyszer beszélgettünk arról, hogy egy nagykövetnek diplomatikus. Tisztességes ember nem tud jó politikus lenni. Jó politikus nem tud tisztességes lenni. Ha, adjuk meg a lehetőséget. Én ismerek ez tisztességes politikusokat is. És politikailag tökéletesen inkorrekt, de igaz. Lehet, hogy nem igaz, de a tényeknek megfelelő. Na most mit szóltok hozzá, hogy ők ketten egyet értenek? Ez elég ritka dolog. Nem igaz, egyre nem igaz. Te csak szeretnél mindig közénk verni ilyen, mint a Szovjetunió. Hát az hozná a nézettséget. Ne bázd a Szovjetuniót, ők már nincsenek. Halottakról nem, vagy ott vagy semmi. Akkor járadóan szembe akarsz fordítani az Attilával, de nem sikerül. Na szóval akkor te melyik atlantista vagy a két amerikai párt között? Mert nekik csak kettőre telik. Mind a kettő. Én ha attól függ, melyikre a republikánus párt. Én például, hogyha Nikki Haley lenne a republikánus pártnak az elnökjelöltje, akkor habozás. Nagypapám trollibusz lett volna. Nem akkor biztos, még nem, egyáltalán nem biztos, de akkor nagyon lelkesen neki drukkolnék egyébként. De a másik oldalon is történik valami. Hogy? Másik, mind a két oldalon történik, van alternatíva, mintha arról beszéltél. A másik oldalon milyen alternatíva? Van alternatíva, hogy a Biden bejelentette, hogy ha nem Trump a republikánus. Akkor ő is megkímél minket a társaságától? A választásokon, és akkor ott van az alternatíva, a kaliforniai kormányzó demokrata kormányzó. Ez az amerikai nagykövet már úgysem nyilatkozik újabban a Heti TV-nek, úgyhogy ettől fogva nyugodtan mondhatom. Hát a kaliforniai kormányzó hiányzik már csak a világnak. Az amerikai egyesült. Lehet, hogy ebbe te egyedüli vagy, aki ezt állítja? Hogy ki, én állítom, meg más nem tudom. De azt mondtad, hogy a magyar gazdaságnak is jó tenne a Kalifornia az ölünkbe. Hát, ami Kaliforniában történik, hogyha azt lefordítja a világra, akkor tényleg a világ, hogy mondjam... Kalifornia nagyon, az elég szar dolog például, hogy a világ hatodik gazdasága, az például nagyon szar dolog, hogyha az történik. De mi rosszabb, Attila? Rende vagy utasítva, hogyha a világ hatodik gazdaságra legjobb, de nem ő csinált belőle, annak ellenére még a hatodik, de egyébként... Na, tehát le fogják küzdeni magukat. Ez egy előítélet, akkor most nem értek egyet az Attilával, jó? Na végre! Még az a szerencse, hogy rajtad kívül van még kettő, aki talán egyetért vezet. Ez nem szavazás kérdése, kérem szépen. Ezek tények kérdése, de hát most azért, a hatodik helyen van, a kérdés, hogy meddig nekem, maradnak. Ezért van nekem igazam, mert ez tények kérdése. Milyen jó, hogyha a nagykövetek ennyire magabiztosak. Nem minden. Akkor menjünk is tovább, és már is az Oregonnál vagyunk, majd még visszatérünk. Idézzük Golda Meirt, jó? Hogy lehet a másik oldalon. Már ilyen szegény, mert ilyen szerény, mert nincs mire. Jó, akkor mi most Kovács Andrásnál vagyunk az Origo főmunkatársánál. Na mi újság az Origóba? Minden rendben van, nem tudok
semmilyen extra eseményről beszámolni. Mostanában nem ítéltek? És miről ír a Le Guardian, vagy valami használható lap ma? A Guardian szerintem hagyjuk egy kicsit ki a körforgásból, mert úgyis lesz még szerintem erről szó. Üzentünk nekik? Szerintem már néha adott üzentünk a Guardiannek. És nem is Le Guardian, az a Le Guardian. A Le Guardian. A Le Guardian az egy repülő. Így van. Igen, úgyhogy... de én Brüsszelben voltam tegnap, és ott rossz volt, és gondoltam, hogy akkor inkább egy másik repülőtérre mennék. Mennyire volt rossz Brüsszelben? Brüsszelben sötét volt, nem akarok rasszista lenni, de én a kisebbséghez számítottam. Taxisofőrök majdnem összeverték egymást, hogy ellopják a másik erőt. Izraelen kívül mindenhol a kisebbséghez számítasz. Ott meg igen-migennek hívnak. Legyél büszke rá egyébként, de így van. De szóval én köszönöm kisebbségbe, és nagyon jól érzem magam. Én kompenzálom ezt. Te fehér embernek képzeled magad? Az az igazság, hogy én tulajdonképpen nem vagyok fehér ember, ez csak a kóborapálcák megtévesztésére, hisz én nem egy askentóz vagyok, hanem az én édesanyám egy szfaradia volt, azaz Spanyolországból. Mi egy ilyen üldözött család vagyunk, minket onnét is elüldöztek, de reszkessenek, mert majd egyszer visszatérünk és ellen csinálunk. Elárulhatom neked, hogy mi a Guardiannek a bűne? Na mond. Hogy egyszer azt csinálta, amit az Origo állandóan az volt. Ilyet nem mondunk egy magyar médiumra. Esetleg tévedett, rosszul értelmezte. Nem tévedett, a tévedés az nem szándékos, ez meg szerintem na de hogy létezik, az, hogy közé tesznek valamit, és pár perc múlva meggondolják magukat, az annyit jelent, hogy nem biztosak abban, amit írnak? Reméljük, hogy nem biztosak, mert akkor a hazugságot írtak, hogy csak na. Én most nem azért ilyen bárkivel előfordul, ilyen még a Braille Press-szel is előfordul, hogy véletlenül valami rosszul értesül, nem, és akkor korrigálja. Mi elképzelhető, hogy később rájövünk arra, hogy nem volt igazunk, és nem a megfelelő oldalon álltunk, és akkor bocsánatot kérünk saját magunktól, és korrigáljuk. Ez az Origóban nem fordulhat elő. Na jó, de hát az Origó nem volt liberális, én meg... 20-as éveimben azért a liberálimacmaim, az önálló liberálisokat erősítettem Tel Avivba. Tényleg? Adás, erről nem beséltél soha, nem meséltünk. És az nem volt régen, hogy ő 20 éves volt? Hát az régesen régebben volt. 71-ből levonod a 20-at, azért elég régen. Akkor még internet. Régen idején volt. Hát az régen idején előtt volt. Sőt. Viszont Kissinger akkor volt éppen a akkor született valamikor, nem? Akkor született? Nem. Szóval Andis, akkor mi történt ebbe a az világosítsuk fel az olvasó, a nézőket. Akik olvasni is akik tudnak. Olvasni is tudnak. Azt közölte a Guardian egy magyar biztonságpolitikai szakértőre hivatkozva. Ami tényleg Guardiannek hívtam ahelyett, hogy azt mondtam, hogy Guardian. Hogy Magyarország azért lobbizik a republikánusoknál. Név szerint ez az ember, aki nevezzük meg Demko Attiláról van szó. Aki az egyik legjobb magyar biztonságpolitikai szakértő. Hogy Magyarország... Ami televíziónkat is látogatja, és szakértelmével támogat. Hogy Magyarország Ukrajnának való minden segély felfüggesztése mellett tárgyal, lobbizik az Egyesült Államokba, a republikánusoknál főleg. Csak azt kérte, hogy ne csatlakozzanak ideje korán az EU-hoz, mert vagy de az erről szó sem csak a Demko Attila biztos nem kér semmit. Hát igen. Ő egy szakértő. Tehát a hihetőségi vizsgán eleve hogy megy át, hogy egy biztonságpolitikai szakértő lobbizna? Lobbizik, igen. Mert az, hogy a kíséretében volt a politikusoknak. Még ott se igazából a kíséretében, mert ugye még a teljes képhez tudni kell, hogy a Orbán Viktor miniszterelnök ma Washingtonba utazik, és azt hiszem két napot fog tárgyalni. Na, most. Ő róla lehet mondani, hogy lobbizik. Őt egy miniszterelnök tud lobbizni, igen, de egy szakértő, aki nincs is benne állítólag ebbe a csapatba, erről most mindegy. De Demko Attila egy nagyon jó szakértő, és ez és azért büntetésből Demko Attilával, mert... nem valósat írtak róla, mit tettek ő vele? Semmit, ezt a részt eltávolították a cikkből. Aha. És ő vele különben minden rendben van? Semmire torzió? Meghekkelték a cuccait. Meghekkelték a... De nem büntetésből hekkelték meg, hanem azért, mert mindenki információt próbált szerezni, a kínaiaktól, a oroszokon. Népszerűség átka. Jó, és akkor itt van egy nagyon kedves vendégünk, ifjú Lomnici Zoltán, aki mindenhez és a nemzetközi joghoz is ért. Zoli,
Mi kell, hogy legyen, hogy ha valakiről írnak valamit, azonnal meghekkelik? Micsoda ocsmánság ez? Vagy mond valamit, és meghekkelik, vagy nem hekkelik meg, és kiteszik. Három olyan dolgot tudok viszont mondani, mert hogy M. Kende Péter helyén ülök, és nem akarom ezzel... Még ma fogunk M. Kende Péterről, akinek Griutot... Innentől jobbulást kívánok, egészséges... és csak egy rövid ideig bitorlom a helyét. De te mindig kedves vendég vagy, és mindig köszönjük, hogy be is ugrasz. Három olyan dolgot mondok röviden, amiben szerintem az itt ülők nem fognak belekötni. Megkísérlem. Az első az az, hogy... mert szerintem ezt a fórumot nézik, és meg akarom nekik köszönni. A Mendel fiamnak, a házi orvosának, gyermekorvosának, Hacsek Gábornak nagyon köszönöm a segítséget, és Kis Imre gyermeksebésznek, mert egy nagyon fontos műtétet hajtottak végre a kisfiamon. Nagyon izgultunk, és rendben van. A második dolog, amit el szeretnék mondani, mert néha meg szoktad kérdezni, most pont nem kérdezted, Péter, mi történt a héten, de elnézést. Ez a következő fordulóban, de te megelőzhetsz. Ez egy rendhagyó televízió, önálló ötletekkel. Hogy a kis zsinagógában, vagy más néven, ahogy a helyiek mondják, a kis imaházban Weisz Péter meghívására voltam Gyöngyösön. Érdekes, és most mindenki Gyöngyösön volt Weisz Péter meghívására. És három ember ment ki, mondtam, hogy hát, és visszajöttek. Tehát igazából nem vesztettünk nézőt, pedig tudták, hogy ki jön, tudták, hogy milyen hinterlanddal, milyen bűnökkel. Na bocsáss meg, a hinterlandodnál jobb nem kell, édesem. Jó, de azért körülbelül tudták, hogy mire számíthatnak, de azért nyilván volt, aki nem. És tényleg kimentek? Visszajöttek. Enni mentek csak ki. Én is ezt mondanám. Jó, hát de visszajöttek. De ez volt a lényeg. Igen, és a harmadik pedig az már nem ilyen típusú, de az Origó, meg a liberális múlt, meg stb., hogy volt egy cikk 2013-ban, amit az Origó jelentetett meg arról. Már 2013-ban volt Origó? Igen, arról, hogy a GMO-s kukorica az... mennyire veszélyes. Hadd hozzak be egy teljesen nem ide élő témát, de... Nagyon sokat foglalkoztunk ebbe a televízióba. De az még egy másik Origó volt. Igen. Most már jó a GMO-s kukorica, nem? Most még rosszabb. Megpróbálom gyenge franciámmal. Université KN nevű francia egyetem csinált egy kutatást, és GMO-s kukoricát adott patkányoknak. És akkora daganat nőtt a patkányon, mint maga a patkány. És ezt megírta az Origó, hogy ezt a cikket törölték bizony a KNI Egyetemnek a honlapjáról. És akkor a világ nagy részén miért nem nő nagy daganat? Szeretném megérteni, azért törölték, mert az Origó ezt megírta? Az Origó megírta, törölték. Azt írta meg, ezek hogy törölték. A franciák is olvassák. És az Origó megírta, hogy azért törölték nyilván, ez csak egy tájékoztatás volt, mert a lobby, a Monsanto és a többiek olyan erős nyomást gyakoroltak az egyetemre, ami miatt az egyetem úgy döntött, hogy törli ezt a cikket. Vagy azért, mert szabadság. Ugye mind a két eset. Nagyon valószínűleg, mert ha igaz lenne, akkor a világ összes embere, fent, vagy nagy része... Nem ettem még ilyen gumacs kukoricát, én nem, rajtam még nem kísérlete. De csak azért nem ettél, mert Magyarországon odafigyelnek arra, hogy ilyet ne lehessen idehozni. Igaz, hogy a szója, amit behoznak, az mind GMO, de nem baj. No comment. Te szerintem nem a GMO-ról akartál ezt. Nem. És akkor újabb forduló, azok is fontosak, mert... Háromból kettő. Igen. Hát majdnem egyetértett veled mindenki, hogy mennyire fontos a tudományos kutatás. Lehet, hogy a kukoricámba patkányirtót is kell. Tisztelettel. Csak... Akkor nem ötletem, hogy kinek lehetne. Én nekem közben azon jár az eszem, hogy... Jó, én még maradnék az Egyesült Államoknál, mert hoztam egy témát, hétvégén futottam bele. Az Economist-ban jelent meg egy felmérés, a következőről szólt, hogy megkérdezték az embereket, hogy a holokausztról és ez való viszonyulásról, és az jött ki, hogy a 18-29 éves... Bocsánat, hol kérdezték? Egyesült Államokban. Egyesült Államokban
A 18-29 éves korosztály 20%-a szerint a holokauszt csupán egy kitaláció, misztikum volt. Ez jelenleg az Egyesült Államok legfiatalabb választókorú lakosságának a véleménye. Sajnos ez általános. Sajnos. Érdekes, hogy lejjen teljes a kép. De igen, nem rossz arány ahhoz képest, hogy ezt a korosztályt egyszerűen nem érdekli a dolog, tehát azért ne tekintsük őket antiszemitának, ez kívül esik az esemény horizontjukon. Tehát ne vonjunk le messze. Nyugodtan szóljál közben. Érdemi, mert elfogadom, hogy főszerkesztő úrnak elvileg és alapjaiban nem volt érdemi az elmúlt három. CNN 2022 rekordméretű Amerikában az antiszemitizmus, de majd most még az izraeli Hamas konfliktus miatt még magasabb lesz, mondja a CNN. Ez mekkora ez a rekordméret? Hát kérem, a CNN tisztel... azért sokat rá segít. Igen, de akkor mindig felmerül bennem a kérdés, mi az antiszemitizmus mértékegysége? Hát az az. Meg az... mihez képest, érted? Hogy tavaly 45 volt az antiszemitizmus, most meg 63. Én ezt másképp számolom, Attila. Én ezt úgy számolom, hogy amikor én diák voltam, és arról álmodtam Izraelből, hogy kikerülök Amerikába egy egyetemi ösztöndíjjal, és majd biztos sok zsidó professzor fogott oktatni, mert akkoriban nagyon sok zsidó óraadó, most tanár is, és professzor most volt. Is. Ma üldözik őket, és elüldözték őket, nem, és a két legjobb egyetemről... Nem, hogy üldözték el őket, nem hogy ilyen butaságokat. Mikor voltál ott utoljára? Hol? Téged már el se üldöztek, mert nem voltál ott. Én nem csak tanítottam ott, úgyhogy valóban nem akkor voltam. Nagyon jó, de szögezzük le, hogy az antiszemitizmusnak nincs mértékegység. Az antiszemita attitűdöknek van mértékegységük. De akkor én kérdezlek téged, hogy érdekes módon a két legmenőbb egyetemen miért három. Kellett, hogy már az egyik három. Princetonról kirúgták az elnököt. De... Zaporodnak. Nem. Csak három van idáig, de lesz ebből öt is majd. Fene egye meg. Tehát miért kell, hogy úgy nyilatkozzanak a zsidóságról, illetve a zsidó államról, ahogy nyilatkoznak? Attila, folytas tovább a mondatot, hogy a... Hogy az egyetemeknek miért kell, hogy az egyetem vezetősége nem nyilatkozott sehogy sem. Sőt, ha nyilatkozik, akkor elítéli az. Tehát az, amire a Péter gondol, az feltehetően az, hogy a három legnagyobb, vagy legalábbis legelitebb egyetem, ugye az MIT, a Harvard és a Pennsylvania Egyetemnek az elnökei. A Pennsylvania-i elnök az első, aki... Csomó cikkbe helytelenül jelenik meg, hogy igazgató, tehát az elnökeit... Gyorsan le is mondott. Elnökeit ilyen kongresszusi meghallgatás... Kongresszusi meghallgatás volt, igen. Kongresszusi meghallgatásnak vetették alá, ahol az egyik egyébként... elképesztően szimpatikus és hogy mondjam, vagány képviselőnő. Ugye nekik szögezte a kérdést, teljesen egyértelműen, hogy az ön egyetemén a zsidók kiirtására való felszólítás az ütközik-e az egyetem magatartási kódexével. Tehát nem azt kérdezte, hogy neki mi a véleménye, nem azt kérdezte, hogy mondott-e ilyet bárki, hanem hogyha valaki ilyet mond, az ütközik-e, tehát magyarán... És erre ő azt válaszolta, hogy... Hogy az attól függ. Igen. Na, és hát... ezt újra és újra megkérdezte mind a háromtól, és egyre jobban elképelt, az egyébként nem zsidó képviselőnő, aki ezt ennek a legészet... nagyon szimpatikus és rátermett volt. Az egyik elnök az egyébként ráadásul még... Zoli, te már mondhatod is, mert... Csak egyetlen egy dolog, hogy ugye ez megint csak olyan, hogy minden a kamera felé mutasd, és akkor a Tomi tudja venni. Tehát még mindig CNN, és az ADL az egyik legtekintélyesebb antiszemitizmust vizsgáló szervezet, amit a CNN szintén idéz. Amelyiknek egyébként ez a foglalkozása, hogy az antiszemitizmus kutasson. És erre azt mondja, hogy ennyire a sárga az a kiugró. Na most... De mi? Mondd meg, mi a mértékegysége azoknak? Mi van erre azt tudom mondani, hogy ezeket a statisztikákat sajnálatos módon a magyar médiumok nem elemzik ki, és nem vonják kétségbe. Egyetlen egy cikket nem látok sem a Lakmuszon, sem a 444-en. Sok az a 444-en szokott megjelenni, ahol feltárják a tényeket, megkérdőjelezik.
ki a 444. Engem ebből a szempontból, mivel nem ismerem a módszertant, könnyű sarokba szorítani, csak meg kellene őket kérdezni, akik folyamatosan foglalkoznak azzal, hogy Magyarországon is például mondjuk egy David Pressman antiszemitizmust kiállt. Balról miért nem kérdezi meg valaki, és most ezt tényleg a legnagyobb tisztelettel mondom, hogy jó, de milyen alapon, miközben a CNN-en ilyenek jelennek meg, és valóban annak sincs valószínűleg fokmérője, mint ahogy a Transparency International alapítója kilépett a Transparency-ből, mert azt mondta, hogy a módszertan, amit alkalmaznak, az hibás és hamis, és nem szeretné ezt tovább csinálni, ezt a programot. Nem akarok ahhoz a banalitáshoz eljutni, hogy Churchill mondta, hogy azt a statisztikát nem hiszem mondta. El, amit nem, amit nem mondott Churchill, de neki tulajdonítanak. Nem tudom, hogy amikor meghívunk-e, rendszeresen mondtuk-e, hogy nagykövet úr mindig fején találja a szöget, van, amikor nem sikerült. De én rögtön korrigáltam. Most Churchillnél ez sikerült, vagy nem sikerült? Mert... sikerült, mert nem mondta. Én rögtön korrigáltam, hogy a neki tulajdonított, igen, a köznyelvben neki tulajdonított mondás. Kénytelen alapvetően a végén én egyszerű olvasó annyit tudok mondani, hogy Lauder elnök úr azt mondta, hogy az antiszemitizmus valójában zsidó gyűlöletet jelent. Hagyjuk ezeket az elvont fogalmakat, ez egy nyílt zsidó gyűlölet, és bizony, hogyha megszaporodnak a mondjuk náci jelképek a falakon, megrongálnak kétszer annyi temetőben található sírt, akkor ez egyfajta fokmérő. Szerintem ezeket adják össze az ADL-ben, vagy például azt, hogy azt mondja egy demokrata képviselőházi törvényhozó, Alexandria Ocasio-Cortez, hogy remegő kézzel szavazza meg Izrael támogatását, és szomorú, hogy még mindig azt látja, hogy a saját pártja izraeli lobbisták és rabbik szorításában tengődik. De legalább megnyomja, ahogy Attila itt szépen az óra alatt mondja a halkat, de legalább remegő kézzel, de egy mondiát, az tényleg rohadt nagy dolog. Ez abszolút jellemző az amerikai kongresszusnak. Most az antiszemitizmusra kapcsolatban pedig pont arra szeretném felhívni a figyelmet, tehát ezért piszkálódok ezzel, hogy mi a mérték egysége, mert az antiszemita kártyát gyakorlatilag minden oldal teljesen lelkiismeretlenül és hogy mondjam, kontrollálatlanul használja. Tehát az antiszemitizmusnak a növ... Ki hallott már olyat, hogy valahol csökkent az antiszemitizmus? Magyarországon. Még zsidók se kellene. Magyarországon csökkent. Tényleg egy utolsó megjegyzés. A Pressman éppen azt mondta, hogy nem csökkent. Hiszen a soros plakátokon ott vigyorog a Soros György, amelyik nem is igaz. Most a Pressman... ezt mondta. Én a Pressman úrról nem mondanám a véleményet, akkor Péter az adósok börtönébe menne velem együtt, mert akkor a bírságot kapnánk a médiahatóságtól, úgyhogy inkább ezt... Pressman történt, meg nem történtnek tekinti. Igen, én csak annyit szeretném ennyit mondani, nem érdemel meg, miután az interjút nem adtam. Hogy a Jobbiknak két elnökét hadd említsem, az azt hiszem, hogy nem fokmérő kérdése, vagy statisztikai mértékegység kérdése. Ha valaki kiáll az izraeli nagykövetség elé, és a zsidókat nemzetbiztonsági kockázatnak... És hívhatod őket akár mi hazánknak ezt, is. Ez ugye a vona, igen, akkor olyan régmusok vannak, a régi index felvételi a Gyöngyösi Mártonra gondol, ugye a 2000 nem, tisztelettel. De akkor ezért nevezzük meg, hogy nem, Vona Gábort mondtam. Vona Gábor. Az izraeli nagykövetség előtt a régi index csinált egy videót, ahol a zsidó emberekről és Izraelről beszélt negatív kontextusban. Azt én is fölvettem. Nagy tisztelettel, nem keverem Gyöngyösivel, ezekre próbálok nem figyelni. Nem összekeverendő a kettő. És halál a zsidókra, rigmusokat is rögzített az Index kamerája. Ez szerintem nem értékegység kérdése. Az, hogy a Simon Wiesenthal központ 10 legveszélyesebb entitása közé antiszemitizmus szempontjából Jobbik 2013-ban bekerült, ez már megítélés kérdése, de szerintem mindenképpen fontos. A Gyöngyösi Márton listázása az megint csak nem megítélés kérdése. Gyöngyösi Márton ott ül David Pressmannél, a Jobbikkal pedig összeállt az a Gyurcsány Ferenc, akiben sokan valóban úgy gondolták. Most, hogy mindenki megkapta a pofonját, akkor menjünk tovább, és pedig a következőképpen menjünk tovább, hogy a én antiszemitizmusnak nevezem, bárki követ dobálhat rám, az újkori antiizraelizmus. Az antiszemitizmus, oké, én a mértékegységéről beszélek. A mértékegysége nincs mértékegysége. Ez nem egy statisztika, hogy
egy antiszemita meghalt és 20 született, mert ez elég ragályos. De nem, van mértékegység, én vitáznék. Az egészet az András kezdte, azért térjünk ide. Igen, tehát ugye ott akadtunk el, hogy a 19, vagy mit tudom, hány év közötti fiataloknak igen. A hány százaléka, és én erre a magyar 19 arra, éves fiatalok meg nem tudják, hogy mi volt a rendszerváltás. És én erre, arra próbáltam utalni, hogy ez önmagában még nem antiszemitizmust jelent, és aztán innen kanyarodtunk. De innen szerintem én tovább kanyarodnék. És hogyha megnézzük azt, hogy az amerikai pártok támogatottsága, Biden és Trump támogatottsága hogyan oszlik meg életkor szerint, akkor pedig jól látszik, hogy Biden támogatottsága messze kimagaslik a 18-29 éves korosztályba. Tehát ha Biden olyan politikát... A holokauszt tagadók támogatják a Bident, ez nem... Nem holokauszt tagadás, hanem hogy... Az tagadás, hogyha azt mondja, hogy mesebeszéd. A mesebeszéd az... Hát az pedig az tagadás. Az nem relativizálás. Keményen tagadás. Szóval, hogyha olyan üzeneteket közvetít az adott párt, mondjuk a holokauszt témájában, ami nem egyezik a saját szavazók véleményével, az csökkenteni fogja a párt támogatottságát. Tehát én például ezért látom veszélyesnek. Demokraták narratívája, pontosan. Az ugye a holokausztot abszolút elismeri, és azt mondod, hogy az ő... Szerintem egyre kevésbé, ahogy itt a Ocasio-Cortez nyilatkozatai... Ilhan Omar, ez az egész csoport... Ez hány ember? Hát ez egy ilyen egyelőre még csak egy 4-5 fős társaság, de... És hányan vannak összesen a kongresszusban? Egyébként az nagykövet úr, tévedsz, mert a Bundestagban is először 70x szélsőjobboldali radikális náci került be, és szépen szaporodnak. Beszélve Adolf Hitlerről, ahol először nagyon kevés képviselő volt, és utána még hatalomra is jutott. Nem véletlenül szokták, ugye Trumpot is párhuzamban. Csak nagykövet úrnak szerettem volna mondani, hogy nem a DK elnöket nem tartom antiszemitának, de az elvtelen, a DK elnökét nem tartom antiszemitának, de az elvtelen politikai alkuk szempontjából fel lehet hozni. Én erre még egy lapáttal rá tudok tenni, eleve nem lehet antiszemita, akinek... Vagy legalábbis nagy társaságban van, hogyha körülnézel. Úgyhogy csak ennyit mondtam, tehát most nem gyurcsányozni akartam, mint az egyszeri, hanem azért ez egy tény. És Gyurcsány Ferenc 2010-ben, amikor beállt a miskolci rendőrkapitány mögé, akiről kiderült, hogy rasszista, akkor hosszú eszmefuttatást tett arról, hogy... Főszerkesztő úr, úgy látom, hogy hazaküldene engem. Nem de küldenek haza, fejezd be a mondatot, és utána visszaragadom a mikrofon. Hosszú eszmefuttatást vezetett le arról, hogy ő mennyire bánja, hogy összeállt egy rasszistával. És akkor na, akkor a következő, ezt is megbeszéltük. Nagykövet úr, nálam van a mikrofon. Amikor nem bánja, akkor meg azt csinálja, amit a többi politikus, hogy megalkuszik. Azért, mert azt gondolja, hogy ezzel szavazatokat... Milyen jó, hogy a kedves néző levelet írt, hogy nagykövet úr hangosan beszéljen, mert most már érthetően hangosan beszél a mikrofonban, akkor is, amikor már én magamhoz ragadtam. Végre valaki fel tudta bosszulni. Türmer Gyura itt járt ma reggel a stúdióba. Tényleg már csak a Türmer az MKB elnöke. Akarod vagy nem akarod, ő egy politikai szereplő, aki 30 éve talpon van. Azért azt nem mondanám, hogy egy politikai szereplő. Azért, mert van 34 ember, aki a híve, hát azért... Politikai vállalkozó, és nem vagyok benne biztos, hogy van annyi. Én szeretném megmutatni, ez nem a hirdetés helye, minden két hétben megjelenik, és nagyon érdekes dolgok vannak benne. Tessék, hogyha soros hasznikhoz van, az is van benne. Tehát ez nem a reklám helye? Ez nem, mert ez szabadság. A szabadságot mindenki szereti, és munkáspárt, hát ilyenek is vannak. És mennyi az ára? 300 forint, de 300 forintért nem lehet még egy csomag WC-papírt se kapni. De ez annyit se ér. Nem mondom kritikát mások szellemi termékeiről, mert lehet, hogy rendes emberek írják. Nem mondom, ez nem is szellemi termék. Egy újság, egy két hetenként megjelenő lapra. Nem olvastad még soha, tehát nem tudhatod. Ne olvastam, mert mikor itt várok rád, akkor kénytelen vagyok elolvasni azt, amit van. Mert ez egy szabad televízió, ahol mindenki, nagyon aki helyes. Nem anti, az bejöhet, ez így Türmer úr is. És Türmer úr azt mondta, amikor arra kérdeztem őt, hogy de hát most már annyian vannak ki baloldalon, azt mondja, hogy ők nem is tudják, hogy mi az igazi baloldal. Igaza volt neki, vagy nem? Ebbe kivételesen igen. Igen. Nem? Csatlakoztam. Ebben kivételesen igen. András? Egyáltalán mi az, hogy baloldal? Tehát manapság az, tehát azt gondolom, ez egy ilyen 19. századi
fogalmi. Meg 20. azért. Hát meg a 20. századnak az első felé. Na jó, itt járt Fodor Gábor is ma. A rendszerváltás kutatóintézet. Azt hittem, hogy csak a Türmerjéhez, de már nem jutott eszembe még, hogy a Fodor Gábor. Abszolút nem vagytok ferek. Egy nagyon jó ötlete volt neki, hogy hogy kell átalakítani a fővárosban a választásokat. Na. És azért, mert a Mi Hazánk ellopta, lestipstoppolta ezt a törvényjavaslatot, attól ez még egy jó ötlet lehet. Igen, Lomnici úr. Mindig a kedvenc liberális politikusunkat Fodor Gábor. Így van. Átalakítani? Ha lehet most, politikai most, szerelmet vallani, akkor én azt teszem. Most négyen beszélünk egyszerre, és a nézők azt fogják mondani, hogy itt egy ilyen bibliai káosz van. De mi köze ehhez a zsidóknak? Jó ez a zsidóknak, vagy rossz? Persze, hogy jó. Hát vannak zsidók baloldaliak, és vannak rendszerváltó. A zsidók mindig minden ahol ott vannak, hát nem maradhatnak a Türmer miért jó a zsidóknak? A Fodor Gábor miért jó a zsidók? Hát először is, mert a Fodor valamikor liberális volt, lehet, hogy még mindig ma is liberális, mert akkor divat volt liberális lenni. Ma kiment, úgy látszik, és a zsidók liberálisok? Hát miért ne lehetnének liberális? Miért én nem vagyok zsidó neked? És én valamikor liberális voltam 20 évesen. A sajókám. Na de hát hogy gondolod? Aztán jött Kanász Nagy Máté, ő is itt volt, aki abszolút zöld, és ő azt mondta, hogy ők az igazi zöldek. És a zsidók is vannak zöldek, csak azt nem értem, hogy a német zöldek, hogy ugye beszéljünk a németekről is egy kicsit, miért zárták be a nukleáris energia gyártóikat, tehát az atomreaktorokat, és miért vesznek akkor a franciáktól villanyt, amit atomreaktorral állítanak? Ha nagyon rossz májú lennék, akkor azt következtetném ebből, hogy a franciák fizették a választási kampányukat. Hát ezt nem hiszem, hogy így van, de a kérdés az, rossz májú. De lehet, hogy akár. De lehet, hogy csak a Péter nagyon ügyesen Fodor Gábortól egyetlen kanyarral a német-francia nukleáris erőhöz került, ez azért ügyes dolog. Hát nézd, hogyha a Németország, megnézzük úgy szintén ezt az oktatási kutatást, hát akkor ők sem nagyon jól állnak, mert ez a sok nem munkavállaló vízummal érkező ember. Igen, nincsen nagyon. Az illegális migránsokra gondolom. De az nem vízummal érkezik. Hát azt mondtam, hogy nem vízummal érkező. Nem azt mondtad, azt mondtad, hogy nem munkavállaló vízum. Mindez. Nem munkavállalóként, nem vízummal érkezők, nem se akarnak tanulni. Tudsz németül, ugye Péter? Na, azt mondom a németekről, hogy deine Sorgen möcht ich haben. Na, kedves nézőim, ezt nem fordítom le önöknek. Gondolják, hogy mit mondott. Csak semmi rossz, azért majd egyszer lehet, hogy lefordítom. Az a rossz, aki rosszra gondol. Na, ki volt még itt? És itt volt természetesen egy szocdem is. Ki az? Bizony. Na, ki? Én láttam, úgyhogy nem mondom. Németh Szilárd? Nem. Németh Szilárd, az a Fidesz alelnöke. Mit beszélsz? Nem értek. A Hun király keresztnevét viseli az illető. Mesterházi Attila, NATO szakember. A szocialista párt volt elnöke, aki most Szocdem párt elnök, társelnök, elnök. És erről most mit kéne nekünk mondanunk? Hát ott is biztos vannak zsidók. Hát nem lehet, hogy vannak, akik Szocdem zsidók. Nem hallottál még ilyet? Sajókám. Na, és természetesen itt volt a mi atlantista nagykövetünk is, aki 15 percen keresztül iszonyú érdekes dolgokat mondott. Légy szíves, engem ne soroljál a politikusokkal egy csoportban. Egy szakértő. Türmer Gyula, Fodor Gábor, Mesterházi Attila, volt már szó, Gyurcsány is volt, Gyöngyösi. Igen. És Gyarmati. Gyöngyösiről nem volt szó, ez Gyöngyösi off the record volt, nem volt róla szó, itt nincs szó. De akkor is, aki nem off, az is, kikérem magamnak, visszautasítom. Na, ehhez mit szóltok? Nekem még volt egy másik téma, amit hoztam. Hajjunk! Kicsit a témához visszatérve. Van még pontosan 6 percünk és a búcsúzás. Egy nagyon érdekes elemzést olvastam egy brit oldalon, és nem a Guardiannél. Arról szólt, hogy itt a október 7-i Hamas támadás óta azt figyelték meg, hogy milyen érdekes, hogy ugye zajlik a háború Gázában nagyjából, hogyha lokalizáljuk a területet. Mert Izrael meg akarja menteni a palesztinokat, hogy felszabaduljanak a Hamásztól. És a cikk arra mutatott rá, meg hogy saját magukat ezzel is párhuzamosan mégiscsak Ramallahban, bár semmilyen legitimitással nem bíró palesztin hatóság, érdekes politikát folytat,
támogatja is egy kicsit a Hamászt, de igazából nem. Pár szóvilágot... De a Hamász nem támogatja őket. De Hamász, igen, itt van a lényeg a cikkben, hogy a Hamász nem támogatja őket. És ugye arról szólt, hogy gyakorlatilag az Abbasnak ez a teljes kísérlet, ami folyik már több évtizede, nyugodtan mondhatjuk, ez teljes zsákutca. Abbas tudja, hogy ő hol van egyáltalán, ha valahol föllép? Szerintem tudja. Tudja, a cikk is erről szól, hogy láthatóan próbál egyrészt kimaradni ebből az egész háborúból. Jók az orvosai, igen. Másrészt pedig valamilyen módon a hatalmát átmenteni, meg a PSF-nek a hatalmát valahogy átmenteni. A cikk szerint ez teljesen sikertelen lesz, mert... De még emlékszel, hogy a PFS az előtt mi volt, mielőtt békenobeldíjat kapott Arafat? Hogyne, a Hamásztól, hát egy szélsőségesebb szervezet. Tudod, hogy mi az én problémám? Na. Hogy az én számomra az izraeli politikai elit is valami egészen hasonló helyzetben van. Igen. Hogy ugyanúgy a Zsák utcába vezérelték... Hát ebben sajnos saját magát vezérelték az egész országot, és a jelenlegi vezetés az tényleg már csak a saját túléléséért küzd. Tehát ne, Amerikában ugye, nem ugyanezt történik? Ugye most már a négy percünk maradt arra, hogy a fontos dolgokról is beszéljünk. Szóval Izraellel kapcsolatban azért nagyon sok dologgal azt gondolom szembe kell majd Attila, nézni. Van egy baj. És az alapvető probléma az, hogy az izraeli miniszterelnök egy nagyon karizmatikus vezető volt. Aki szögezzük rá, még mindig Benjamin Netanyahu, annak ellenére, hogy már csak ilyen egész pici betűkkel lehet a hírek végén. De viszont sokat tett a hazáért, elvesztette a testvérét, egy szenzációs történész volt az édesapja, és biztos, hogy ő is néha pörög a sírjába. Ez egy szenzációs történész, Zsabotinszkinek a személyi titkára volt. Megadtam neked a lehetőséget, hogy végre egy jó mondatot mondjál Zsabotinszkiről. És nézd meg Lomnicinak az arcát, aki abban a pillanatban, hogy Zsabotinszkiről beszélt, fölcsillant a szemem, mert tudja, hogy kik a jó emberek. Jól értettem? Zoli. Igen, egyébként még Jared Kushner mellett nevezzük meg Avi Berkovicot is, aki az Abraham egyezményeket tető alá hozta. Tehát Trumpnak lehet, hogy rossz a modora, meg a megítélése, de jók az emberei, meg aki körülött. Hát egy jó embere volt, az összes többi jogdót az kirúgta egy éven belül. Lásd, nemzetbiztonsági tanácsadó. Voltak nagykövető lehet, emberei. Hogy az a baj, hogy téged voltak nem kért föl semmire. Voltak, csak kirúgta ő. Rex Tillerson. Nem volt jó? Kicsoda? Rex Tillerson. Ő egy külügyminiszter volt. De már a nevét is mindenki elfelejtette. Kisugta gyorsan. Hát azt igen. Jó. Búcsúzásra maradt időnk. A változatosság kedvéért Attila, te búcsúzol valami aktuálissal. Pénteken miről fogsz beszélni? Tudod már? Mert ma a 66. napja van a háborúnak. Két percünk van, és egy szót sem szóltunk arról, hogy a Hanuka kellős közepén. Dehogy nem. Mi vagyunk maga a fény. A sötétségben. Ez a televízió, meg mi az okosságunk? Törner Gyulával. Szerénység. Hát ennyire mi is világítunk mindenkit. Igen. De nagyon rendes emberek, mert időben megérkeznek, nem késnek el, és a meghívásunkat elfogadják. Tehát ezen a héten még kitart a Hanuka. Mert ugye a csoda az 8 napig. Így van. Az adásunk felvételének a napján az 5. gyertyát fogjuk. Nehéz volt kiszámítani, de sikerült. Nagykövet úr, a búcsúzás pillanata. Viszontlátásra. Sok-sok külpolitikai kitekintőre várhat a kedves közönség. 4 darab lesz a következő 4 hétben. Rajta, minden hétre egy jó kis kitekintő. Minden hétre egy tojás. Az Origó főmunkatársa Kovács András. Mindenkinek nyugodt. Nyugodt, békés hetet kívánok. Ezt úgy szokták mifelé mondani, hogy békés, boldog Hanukát. Nem Pészakot, Hanukát. Karácsony még nincsen. Nem keverjük a kettőt össze, mind a kettőt szeretjük, de nem összemosandó a teljes okosossal. Hagszamaja, talán így is lehet, olvastam. Hagszamaja. És amikor egyszer azt mondtam egy pékségnél, hogy pozitív legyen végkicsengés, bár most szomorú vagyok, azt mondtam egy pékségben, még talán Moszkva térnek hívták, hogy Akshavani Meo Cameh, és mindent ingyen kaptam. Úgyhogy ezúton is köszönöm az egykori, a mostani, talán McDonald's helyén álló péknek azt, hogy akkor megajándékozott egy halom. Én nekem meg az jut erről eszembe, hogy sétálok Amerikába, és meglátok egy pékségbe egy gyönyörű
hanukai fánkot, és éreztem az ízlelő bimbolyma, gyorsan besántikáltam, és mondták, hogy csak hatot lehet egyszerre venni, mert hat ilyen hatos dobozba volt benne, és ha ti már ettetek borzalmas műanyagot, úgyhogy ez a fény ünnepe és a szemnek hozza a fényességet. De ez nem Amerikában volt, hanem New Yorkban valószínűleg. De ez tényleg New Yorkban. New Yorkban, és akkor New York is megkapta a magáit. Kedves nézőim, ez a szeretet és a fény ünnepe. Mi köszönjük szépen, jól éreztük magunkat, kicsit csipkedtük egymást, de így szép az élet. És ilyen egy Világ zsidó szemmel című műsor, ahol mindenki fújhatja a magáét, úgy még érdekesebb a kórusba. Ettől aztán úgy nézünk ki, mint egy igazi közel-keleti televízió, de higgyék el, hogy nem azok vagyunk, mert ott a stúdióban nem csak egymás szabávagnak, időnként le is öntik egymást, oda dobják a poharat, meg leveszik a mikrofon, meg kimennek, meg bejönnek. Hát ne önts le, mert nem azonos nekem. Én ma nem kaptam bugyborékoló szódát büntetésből, hogy hamar befejezzük, és időben vagyunk. Nagyon kellemes hanukai ünnepeket, és ne felejtsék el az ablakba kitenni a gyertyatartót, de a függönyt odébb húzni, és látják, hogy Attila már le is süllyed, ő a süllyesztővel, tehát a akkor süllyed, mi is megyünk. További jó tévézést, és a holnap reggel a pirkadatban.